a különféle tudatmódosító szerek, drogok, pszichoaktív szerek más-más élményt, más-más hatást fejtenek ki, teljesen eltér részben az addikciós potenciálja, részben pedig a pszichotikus epizód vagy tartós pszichotikus állapot kiváltó hatása. És ez megint az agy, a központi idegrendszer, az idegsejtek, az idegsejteken lévő receptorok számának eloszlásának, az idegsejtek közötti kapcsolat, a szinaptikus kapcsolatok eloszlásával, gyakoriságával egy arányt mutat. A fejlődő agynál gyermek korról, fiatal-felnőtt korról beszélek én kizárólag, hiszen ez a szakterületem. Ezek a központi formációk, tehát az idegsejtek eloszlása, az idegsejtek közötti kapcsolatok egy nagyon dinamikus fejlődő állapotot mutatnak, nem záródik le a központi idegrendszer fejlődése még 18 éves korban sem, de szeretném, hogyha csak a 18 alattiakra tudnánk fókuszálni, itt a serdülőket, fiatalokat, egy folyamatos tanulási helyzet, egy tapasztalatszerzés érinti, ez az ő életkoruknak a sajátossága, ez folyamatosan újra formálja azt a hálót, azt a idegsejt networköt, ami a központi idegrendszert jellemzi, ezeket megbontják ezek a drogok hosszabb, rövidebb időre, sok esetben látjuk sajnos, hogy maradandóan. Az egyik ilyen maradandó effektus, amelyet évekkel korábban publikáltunk is, hogy a legártatlanabb, leghétköznapibb pszichaktív szer, amely egy zöld növénynek a illatos leveléből kivonható, de egyébként senki nem tudja, hogy amit kivont és elszív, az valójában mit tartalmaz, mert kb. 300 alkaloidája van, amelyeknek kb. 90%-áról azt sem tudjuk, hogy mely receptorhoz kötődik, és milyen tartósan, és milyen sejten belüli folyamatokat indít el. Ezek serdülőknél, fiatal gyermekeknél, gyakorlatilag irreverzibilisen kötődnek az úgynevezett reward központhoz, a jutalmazó központhoz, és olyan szinten átállítja, átírja, átprogramozza a jutalmazó központot, hogy innentől kezdve azok a tevékenységek, azok az élmények, amelyek egy gyermek serdülőkorra általában kellene, hogy jellemző legyen, például egy sportsiker, például egy tanulmányi eredmény, a tudás megszerzésének az élménye, a megszerzett tudás visszaadását követő érdemjegynek való örülés, egy családi esemény, hogy egy testvérnek, egy szülőnek, egy rokonnak születésnapja van, már nem élmény számára. Elveszti a külvilág felé ezt a fajta érdeklődését. Azok az élmények, azok a társadalmilag hasznos, pozitív események iránti érdeklődés teljes mértékben beszűkül, és gyakorlatilag az élettere és az élet eseményeinek a szervezése a pszichok, az előbb említett pszichoaktív szer megszerzésére és szubkultúrában, galériában való fogyasztására centrál, és csak ez, ami visszatérő jelleggel ingerli a jutalmazó központot, csak itt fogja elérni azt a boldog állapotot, azt a megelégedettséget, azt a közösséghez való tartozás élményét, amely egyébként valamennyi embert jellemez, mert valamennyien társas emberek vagyunk, de egy ilyen esetben ez a társaság ez lesz szűkül erre a kultúrára, a szubkultúrára, galerire, teljesen mindegy, hogy milyen szószerkezettel illetjük ezt a helyzetet, benne van ez a köznyelvben ma már és uh, ilyen formán a, az addiktológiai uh, definíció szerinti uh, uh, szükséges kritériumok teljes mértékben kielégülnek, mert elhanyagolja a mindennapi életét, elhanyagolja a munkáját, ez ebben az esetben a tanulás, elhanyagolja azokat a társas kapcsolatokat, amelyek a hétköznapi életben általában is szükségszerűen jellemzi az embereket, a tevékenysége a drog megszerzésére és fogyasztására irányul, ezeket a szereket a saját felhasználói csoportjában fogadja el, ami nem illik bele ebbe a pszichoaktis szerbe, hogy a a, a, a hasonló élmény megszerzése, elnyerése érdekében egyre nagyobb dózisok szükségesek, mert ilyen fokú, ilyen jellegű intercelluláris, tehát idegsejtszintű kémiai zavar nem lép fel. Ilyesősorban elsősorban egy pszichés addikció alakul ki rá, hogy ezt ő csinálja sajnos egy másfajta kémiai, másfajta neurokémiai, neurofiziológiai változás lép fel, ami visszacsatolok a jutalmazó központnak a szemi irreverzibilis, hogy nem végleges átprogramozását jelenti. Ez nagyon nagy baj, ezzel nagyon kevesen vannak tisztában, hogy a kannabisz készítmények miért annyira veszélyesek a gyermek, illetve serdülő populációra. Nagyon sokszor elmondjuk, elmondják addiktológus, pszichiáter kollégák is, hogy a serdülőkori kannabisz fogyasztás 300%-kal fokozza a fiatalkoris skizofrénia, a pszichózis kialakulásának a valószínűségét, amelyre természetesen jön az attitűd, hogy már mióta fogyasztom, semmi bajom nincs, lehet, hogy valakivel megtörténik, én biztosan védett leszek, sajnos nem így van, ez csak egy időfaktor. Van, aki hamarabb tudja megtanulni a himnuszt, van, akinek ez hosszabb időbe telik. Van, akinél azonnal, akár egy sluk, egy joint elszívása után kialakul a pszichózis, van, akinek ehhez évek vagy évtizedek kellenek, és előbb-utóbb sajnos az a fajta kognitív leépülés, az érdeklődés elvesztése, a memória zavar, a koncentráció zavar mindegyik fellép. Ez kimutatható, mérhető, természetesen, ha nem fordulunk szakemberhez, ha nem történnek meg a precíz vizsgálatok, amely egy homloklebeny funkcionalitását mérő teszt és ehhez kapcsolódó vizsgálatok, akkor ez nem derül ki, nem jön a napfényre, és az, aki személyében átéli ezt a hatást, ő pedig azzal nincsen tisztában, nincs tudatában, hogy a környezete mit észlel vele kapcsolatosan, és ilyenkor mindig megvan az a bagatelizáló effektus, hogy ö, ő tökéletesen teljesít. Minden a legnagyobb rendben van, nincs ezzel probléma. Sajnos van részint az ő egészségére, és azzal van a legnagyobb baj, hogy milyen példát közvetít a környezetének, a fiataloknak, hogy a, a, a szokás, ahogy az olló nyílik, egyre inkább terjed, és itt csapódik le a gyermekgyógyászatban. A pszichózis az pedig egy. Úgynevezett nem specifikus válasz, megbomlik a valósággal a, a kapcsolatom. Stresszreakció. Majd, hogy nem mindegy, hogy a kartfogú tigris kerget, vagy egy ö, utcai nem megfelelően öltözött és nem megfelelően viselkedő ember. Uh -huh. Az az élmény, ami bennem lesz, a Fight or Flight meneküljek, vagy megküzdjek, segítségért ö, kiabáljak, vagy üres a tér, és inkább menekülök onnan, ez a specifikus reakció. Tehát a stresszor, ami kiváltja ebben az esetben a tudatmódosítószernek a kémény szerkezete, az teljesen specifikus, azt labortechnikai módon kimutatjuk, hogy mi van a gyermekünkben. A következmény, ahogyan reagál rá a, a személy erre a szerhatására, az egyéb stresszorokhoz hasonlóan egy egyedi mintázatú, de döntően a személyhez kötődik, hogy neki milyen a megküzési stratégiája, neki milyen ebben az esetben a pszichés immunitása. Az egyiknél semmi, a másiknál mély pszichózis a másik egy enyhe ellazult állapotban van, boldog, fellazultabb, oldódik a stressze, a feszültsége, és mivel gyakoriság szempontjából ugye a legsúlyosabb esetek, hála Istennek, ritkák, az átlag meg pozitív élmények gyakoribbak, ezek kapnak olyan hangot, hogy dekriminalizálni, de, de elsősorban legalizálni kellene bizonyos, Tudatmódosító szereket, amelyel szakemberként Ezeknek a gyermekeknek az orvosaként nagyon nehéz együtt érteni, megérteni, hogy milyen valós érdekel mögötte, hogy vegyük ki a büntetendő cselekmények közül, vagy teljes mértékben legalizáljuk, engedjük rá a külvilágra ezeknek a szereknek a fogyasztását, a hozzáférhetőséget, mint fejlett demokratikus államokban itt-ott-amot, ahol ezzel párhuzamosan, írtozatos mértékben meg is ugrik a pszichotikus epizódok száma.